Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes témát fogunk feldolgozni, méghozzá azt, hogyan lehet Linux Mint, illetve általában azt mondom az összes Debian alapú, Ubuntu alapú rendszert frissíteni terminálban. Hogyan lehet telepíteni egy csomagot terminálban, hogyan lehet egy csomagot eltüntetni terminálban, illetve egy-két érdekességet szeretnék elmondani. Igen, tudom, van grafikus program, akár a frissítésre, természetesen akár a programok telepítésére, eltávolítására. Akkor miért beszélek erről? Azért beszélek erről, mert előfordulhat olyan probléma, hogy vagy nem indul a grafikus felület, és szeretnél valamit csinálni, programot telepíteni, vagy éppen eltávolítani, mert az lenne a megoldás, akkor grafikus felületen nem tudsz telepíteni, nem tudsz eltávolítani, nem tudsz rendszert adminisztrálni. Miért? Mert nem indul a grafikus felület. Ami nagyon fontos, és sokszor elmondom, nagyon-nagyon figyeljünk arra oda, hogy mit és hogyan telepítünk. Az előbb azt mondtam, hogy van esélye annak, hogy a grafikus felület az hát éppen nem indul, vagy a grafikus program éppen nem indul, és akkor probléma van, ezért kell tudni az alapokat. Hozzá kell tennem. Az, hogy én elmondom, hogyan kell terminálból telepíteni, az nem azt jelenti, hogy napi szinten és állandóan terminálból telepít az ember, hanem az, hogy tudja, hogyan kell, ismeri az alapokat, és hogyha nagy gubanc van, tudja használni. Oké? Tehát ezt ismerni kell. Ismerni kell az alapokat, és akkor nem kerülsz olyan helyzetbe, hogyha nem indul valami, akár a program, pici az esély, akár a grafikus felület, pici erre az esély, de ha nem indul, akkor utána nem tudsz más csinálni, ha nem értesz ahhoz, hogyan kell megoldani egy csomagtelepítés nem grafikus felülettel, akkor újra kell telepíteni az egészet. Vagy valakit hívsz, aki megoldja neked ezt a problémát. Nagyon egyszerű a dolog, nézzük is meg az alapvető gondolatokat. Mindenki látja, általában ki szoktam kapcsolni, de itt van a rendszer frissítésre, a program frissítésre, utaló kis ikonka, ott van a kis pöttyöcske, ami azt jelenti, hogy bizony vannak új dolgok. Nyilvánvalóan mindenki tudja, megnyitja, telepítés és be fogja telepíteni a dolgokat. Oké, most nem ezt fogjuk csinálni, hanem ezt fogjuk megcsinálni terminálba. Terminált nyitunk, azt nyitsz ki, amit egyébként szeretnél, gyakorlatilag semmi jelentősége nincs, hogy a terminál emulátorok közül melyiket használod. Oké. A következő dolog, miről beszélünk? Csomag telepítésről, illetve első körben rendszer frissítésről. A rendszer frissítéshez, rendszerhez való hozzányúláshoz természetesen emelt jog kell, azaz minden parancs elé oda kell tenni azt, hogy sudo. A sudohoz kell a saját jelszavad, ha úgy van beállítva a rendszer, általában úgy van beállítva, és akkor emelt jogot kapsz. Kitérő. Emelt joggal szét tudod barmolni a rendszeredet. Saját felhasználóként ez egy picit nehezebb, de sudo joggal, emelt joggal sokkal könnyebb valami hülyeséget csinálni, azaz oda kéne figyelni. Következő lépés. Sudo, igaz? Apt. Aptot használunk, igen, tudom, hogy vannak másik programok, és igen, tudom, hogy vannak ennél fejlettebb, jobb, esetleg ilyen-olyan tudással rendelkező, esetleg szebb, mint a Nala, elnevezési program, de most alapokat fogunk átnézni, ahhoz pedig az apt vagy az apt-get kell. Általában az apt tudása nekünk elegendő, tehát sudo apt update. Ez a parancs nem csinál mást, mint felmegy az internetre, az általad beállított szerverek, vagy automatikusan beállított szervereken megnézi, hogy milyen frissítési lehetőségek vannak. Gyakorlatilag Entert kell ütni, bekéri a jelszavadat, megadom a jelszót, és lefut. Ennyi. Nincs semmi probléma vele. Akkor, hogyha nincs vele semmi probléma, hogyha olyanokat ér ki, hogy nem talál valamit, ilyen 404-es hibakódokat ad, és sokat, akkor rossz az internet kapcsolatod, vagy az a szerver, ami szemközt van, az éppen nem üzemel. Erre a másodikra kevesebb az esély, az elsőre nagyobb az esély. Hogyha te nem piszkálod a rendszerfájlokat, tehát ami ezt szabályozza, akkor nem lesz ezzel semmi probléma. Az összes PPA-t, amit te telepítettél, tehát ilyen külön tárolod, azt is megnézi.
Oké, tehát lehívtuk az összes frissítendő csomag információt. Kírta nekünk azt, hogy 38 csomag frissíthető, a megjelenítésekhez futassa az apt, list, kötőjel, ubgradable parancsot. Na hát én, azon kívül, hogy szeretek parancsokat futtatni, ezt a parancsot teszt jelleggel szoktam futtatni, azaz most megnézzük, hogy melyik csomagokat lehet frissíteni. Elméletileg, hát bevallom őszintén, hivatalosan ellenőrizni kéned ezeket a csomagokat, hogy akarod-e frissíteni vagy nem. Nyilvánvalóan, mivel Linux mintet használunk, azaz olyan rendszert használunk, ami mögött olyan fejlesztői gárda van, akibe én 100%-osan, hozzáteszem, ilyet nagyon ritkán mondok, 100%-osan megbízok, nem szoktam utána nézni annak, hogy milyen frissítések jönnek. Miért? Mert ők tudják az ő dolguk, eddig se volt vele probléma, én régebben hosszabb ideig, tehát olyan 4-5 évig folyamatosan használtam Linux mintet, az utolsó fél év, egy év, valahogy így, újra Linux mintet használok, nem volt frissítési problémám, pontosan nulla frissítési problémám volt. Nulla. Tehát ez azt jelenti, hogy ez nem egy Arch rendszer, ahol azért előfordulnak ilyen-olyan problémák, nem egy olyan rendszer, ami gyorsan frissül, hanem azért elég öregurassan frissül, olyan nyugisan, inkább úgy mondom, nyugisan frissül, van idejük letesztelni, de hát hogyha már itt a parancsoknál vagyunk, akkor természetesen ezt a parancsot is le fogjuk futtatni, és igazából én azt mondom, az elején kellett volna ezt mondanom, hogy bizony jó lenne, hogyha ezt te folyamatosan csinálnád itt a videó mellett, és látnád, hogy milyen egyszerű dolog ez. Nyilvánvalóan, hogyha 2 perccel ezelőtt frissítettél grafikusan, akkor nem tudod csinálni, mert akkor nem lesz frissítendő, de várj meg egy darab, 2 darab, 3 darab frissítési lehetőséget, és utána próbáld ki. Oké, látható, szépen kírja a terminálunkba, 2 használok, úgyis tudjátok, nem egy titok, jó kis terminál, kírja, hogy mit szeretne frissíteni, melyik verzióról, melyik verzióra frissíti. Igazából, ami nekünk fontos, egyetlen egy dolog, ami nekem fontos jelen pillanatban, az, hogy van egy olyan frissítés, ami úgy kezdődik, hogy Linux. Linux Image Header Libsty Tools. Na hát ez a kernel. Ha ilyen van, akkor valószínű, újra kell majd indítani a gépedet. Illetve én azt mondom, ha nincs valami nagyon-nagyon-nagyon ellenérdekű dolog, azaz dolgozol vele, és menet közben frissítettél, és hát éppen konvertál a gép, vagy dolgozik a gép, nem tudod újraindítani, azon kívül mindig indítsd újra a rendszeredet egy nagyobb frissítés után, főleg akkor, amikor azt mondja, hogy kernelt is, tehát Linux kötőjel egyéb dolgokat frissít. Oké, ez nem egy olyan dolog, ami olyan nagy dolog, de én úgy gondolom, egy újraindítás jót tesz. Ha valami gond van, akkor rögtön kiderül frissítés után, vagy a frissítés követően hamarosan, és akkor azt tudod orvosolni. Mondom, nem volt. Ez egy olyan régi Arch alatt megszokott, Nobara alatt megszokott, egyéb rendszerek alatt megszokott, gyorsabban frissülő, gördülő kiadások alatt megszokott dolog volt ez, de én szeretem újraindítani, most nem fogom, már éppen egy nagyobb mennyiséget, 1,2 terrát másolok. Ezért van időm éppen videót csinálni. Oké, őket kellene frissíteni. Jó, hát most már tudjuk, hogy őket kellene frissíteni, hogyan frissítünk. Felfele, 2-szer megnyomtam a felfele nyilat, vagy beírom, hogy sudo, apt, up, és már grade, gradics. Lépjünk egyet följebb a gradicson, jó? Up, grade, sudo, apt, upgrade. Enter, oké. Ő szépen kérja, hogy ennyi új csomag lesz telepítve. Oké, kernel frissítésünk van, ami azt jelenti, hogy azok új csomagok. Az alábbi csomagok frissítve lesznek, természetesen a Firefox, az rajta van a gépemen, nem új csomag, csak új verziójú csomagot fogunk kapni. Azt mondja, hogy 38 frissített, 8 újonnan telepített, 0 eltávolító és nem frissített csomag. Ha te kézzel, vagy akármilyen program öntevékenyen valami frissítést letilt, akkor a nem frissítetteket nézd meg, hogy az most azért van nem frissített státuszba, mert te beállítottad, arra meg amúgy is emlékszel,
mert ahhoz a verzióhoz ragaszkodsz. Ilyet lehet csinálni, nem túl javasolt, de lehet csinálni, hogy letiltod a frissítést egy adott csomagra, nem javasolt, de lehet csinálni. Oké, okay. Tehát azt mondja, hogy a letöltendő adatmennyiség 424 mega. A művelet után 311 megabyte lemezterület kerül felhasználásra. Folytatni akarja? Igen, nem. Egy picit kitérnék arra, hogy amikor van egy kérdés, akkor átgondolod, hogy mi a válasz. Oké? Okay? Tehát ez alap. Tehát ezt nem is ragoznám, hogy nem nyomkodjuk, mint a hülye gyerek. Ez nem csengő gombot nyomkodjuk. Oké? Okay? Itt az Enter azért egy parancs. Én ezt akarom, és ezért a felelősséget vállalom. Ez az Enter gomb. Oké? Okay. Tehát átgondolod, hogy valóban akarsz-e frissíteni, akarsz-e valamit csinálni. Oké? Okay. Itt van egy ilyen megszokott jelölés, hogy igen, nem. I per N, vagy Y per N, yes, vagy nem. Itt több verzió van. Van az igen per nem. Az I betű nagy, akkor az Entert lenyomod, akkor az igen lesz alapértelmezett. Ha az N betűt nyomod le, akkor nem fogja végrehajtani a parancsot. Ha nincs kiemelt nagy betű, tehát Y per N, vagy I per N van ott, kisbetűvel, akkor kézzel be kell ütni a igenhez is, hogy Y, illetve az I betűt. Oké, okay, tehát erre érdemes figyelni. Amikor úgy van kiírva, hogy yes per no, tehát ki van írva az egész szó, arra nagyon figyelj. Arra nagyon figyelj, hogy nem minden esetben alkalmas az, hogy a yes, azaz az igen, csináld meg ezt a feladatot, amire kaptál parancsot, szeretném, igen, szeretném, az nem biztos, hogy elegendő a Y, hanem komolyabb programoknál, veszélyesebb dolgoknál a programozó dönthet úgy, hogy neked mind a három betűt, a Y, az E és az S-et, a Yes-t végig be kell írni. Tehát egy kis kitérő volt arra, hogy előfordulhat ilyen. Itt egyszerűen az igent megadjuk, egy Enter parancsal le fog futni, hogy meddig tart. Az addig tart, ameddig tart. Én az utóbbi időben heti egyszer szoktam rendszert frissíteni, mert gyakorlatilag nincs olyan probléma a rendszerrel, hogy esetlegesen valami vész gyorsaságú javítás kell, és nem egy Arch rendszer, ami azért sokszor naponta is frissítettem azt, mert összegyűlt annyi dolog, hanem én megvárok egy heti adagot, és egybe lefrissítem. Van, amikor 5 perc, van, amikor 1 perc, a kernel, meg a kedvenc Firefoxunk, vagy egyéb böngészünk, vagy nagyobb adag program, úgy értem, hogy nagyobb program frissítése hosszabb időt vehet igénybe. Én úgy gondolom, hogy ezt ki kell várni, nem tudunk más csinálni. Szépen fut. Azért, bár én azt mondtam, hogy itt nem szokott, illetve eddig nulla problémám volt, gyakorlatilag azt mondom, hogy itt érdemes ülni, mert lehet, hogy pirosba lesz valami jelzés, esetleg valami probléma van, ütközés nem fog ilyen lenni jó esetben, ha nem gányoltad össze a rendszert, akkor nem lesz vele semmi baj. Azaz, mit láttunk, lefutott minden, lehet látni, aktiválók feldolgozása, ezzel szokott véget érni, ha nincs kernel frissítésünk, ha van kernel frissítésünk, akkor ő elmondja, hogy azt az image-et, amit indítunk, amikor indítjuk a gépet, az frissítette megfelelő ilyen-olyan beállításokat megtett. Nincs probléma. Következő lépés a rendrakás. Ezt nem kell megcsinálni. Ezt érdemes megcsinálni. Oké? Okay? Tehát gyakorlatilag kettő olyan lépést el kellene végezni, hát nem azt mondom, hogy automatikusan, de időnként. Jó? Az egyik dolog a sudo apt auto remove. Tehát automatikusan eltávolítjuk azokat a dolgokat, amire már nincs szükség, nem nekem, a rendszernek. Előfordulhat az, hogy van egy olyan program, ami feltelepül, hoz egy-két akármilyen függőséget, a programot leszeded. Esetleg valami oknál fogva a függőségek nem mennek le, nem szedi le automatikusan az eltávolító rendszer, hát ezek ott vannak a gépeden. Ezek nem bántanak, nem harapnak, nem teszik tönkre a rendszeredet, de már nem kellenek. Az ilyen felesleges cuccokat, hát nem túl szakmai, de hívjuk őket felesleges cuccnak, az Auto Remove program eltávolít. Az előbb azt mondtam, hogy a frissítéssel nulla hibával találkoztam,
Ott azért igazából azt mondom, hogy 99,99%-ig lefut, gyakorlatilag unalmas dolog. Oké, de az auto-remove az nem ilyen. Miért? Mert előfordulhat az, hogy olyan programokat is le akar szedni, ami kell neked. Ez most komoly figyelmeztetés, oké? Le tudod szedni az egész grafikus felületedet esetlegesen valami, hát nem is tudom milyen elgondolása szerint, oké? Tehát azért itt meg kell nézni, hogy mi az, amit ő le akar szedni, sudo auto remove. Hát szépen végignézzük, Linux headers, hát a Linux, 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 ezek azok, amik nagyon fontos dolgok, de ezek a régi dolgok. Ez a Linux kernel, amit most le fogunk szedetni automatikusan, mert fölkerültek annyi új, hogy ezeket már le lehet szedegetni. Le szeretnéd szedni? Nem. Hát én azt mondom, hogy érdemes leszedegetni, nem bánt, nem harap, nem teszi tönkre a gépedet. Oké, fönt maradhatnak ezek a dolgok, senkit nem zavarnak, csak helyet foglalnak. Kisebb tárhelyű gépen ez egy kicsit problémás lehet, illetve nekem van olyan gépem, ami 7 éve csak frissítve van, és ott, ha nem szedegetem le, most el tudjátok képzelni, 2-3-4-5 hetente jön egy új kernel verzió, és mindig a legfrissebbet, a legfrissebb ajánlottat felszoktam rakni, és akkor hány 10, hány 20, hány tucat olyan kernel lenne, ami már nagyon-nagyon régi. Hát eltávolítjuk ezt a kernelt, megnézzük, hogy van-e olyan program, amit el akar távolítani, ha eltávolítható, akkor igen, ha nem eltávolítható, a nemre fogunk ütni. Nagyon fontos, hogy átnézd. Jelen pillanatban biztos vagyok benne, hogy minden eltávolítható. Ő szépen le fogja törölni, amit kell, elvégzi azokat a műveleteket, amit kell. A következő tisztítási művelet ennél is fontosabb, mint amit az előzőekben megcsináltunk, helytakarékossági szempontból. Gyakorlatilag az elmondott gondolatok mentén, hogy hosszabban használt rendszerek nagyon sok olyan letöltött cuccokat tudnak összerakosgatni maguknak, hogy az már káros lehet a tárhelyi mennyiségünkre. Nem jelent gondot, ha nem csinálod, nem lőnek vele, de én azt mondom, hogy mindenképp érdemes megcsinálni időnként. 2 darab olyan programocska, illetve parancs kapcsolót fogok bemutatni, ami ezt csinálja. Az első, ez viszonylag egy erőteljesebb parancs, az sudo apt clean, a törlés. Ez azt az átmeneti tárhelyet törli, ahova letöltögettük a gépünkre ezeket a csomagokat, és így felszabadul rengeteg hely. Gyakorlatilag van, illetve nekem volt olyan, hogy 8 gigabájtos tárhely mennyiséget sikerült így visszaszedegetni, mert elfelejtette a kollega letörölgetni a felesleges dolgokat, és egyéb tisztító cuccokat sem futott. Vannak olyan tisztítók, olyan rendszerkarban tartó dolgok, amelyek ezeket törlik automatikusan, de nyilvánvalóan most nem arról beszélünk, hogy van olyan grafikus program, ami megcsinálja ezt helyettünk. Én úgy gondolom, hogy érdemes törölgetni, és frissítés után, vagy hetente egyszer, 2 hetente egyszer, havonta egyszer, attól függ, hogy mennyit frissítesz, meg hát milyen a rendszered. A Linux minél, Debiannál nem kell annyira kapkodni, de egy gyorsabban frissülő dolognál, hát érdemes, mert különben tele lesz a géped fölösleges dolgokkal. Az nem jelent gondot, hogy letörlöd a letöltött csomagokat, amiket már telepítettél, hiszen gyakorlatilag újra le tudod töltögetni, ugyanazt újra fölrakosgatni itt, ennél a rendszernél nem kell, tehát a tárolóból letöltött fájlokat nem kell elrakosgatni, bár én azt mondom, hogyha kézzel, tehát egy honlapról, egy speciálisan kinézett programot a honlapról letöltesz, akkor az természetesen 3 generációig visszamenőleg én el szoktam rakni, azaz jön egy frissítés, akkor elrakom annak a fájlát, annak a dolgát, majd utána a következőt, meg a következőt. Hogyha véletlenül az új, hát nem igazán lesz jobb, mint a régi, tehát az egyel előtte lévő verzió, akkor vissza tudjak rá térni. Gyakorlatilag ez nem jelent gondot. Oksi, autoclean, oké, és akkor azt mondom, hogy enter, ennyi volt. Tehát nem kell itt arra várni, hogy heteket törölget, jó nagy adagnál se fog heteket törölgetni. A másik, ennek a tesója, az autó.
Autoklen. Ez egy picit másabb. Az előző egy drasztikus cucc, az átmeneti tárat kiüríti. Az autoklen egy kicsit finomabb, ő fel fogja építeni újra a függőségi fát, körbenéz, minden rendben van-e, tehát egy kicsit komplexebb, finomabb programocska, illetve nem fog mindenfajta csomag maradványt letörölgetni, hanem csak azokat, amiket már a frissítési szemközti tükörből, tehát onnan frissítünk, már nem fogja megtalálni. Tehát egy picit, hát picit egy kicsit intelligensebb, de én bevallom őszintén, a clean, tehát a törlést szoktam használni. Töröld le már az összeset, gyakorlatilag nem jelentett semmi gondot, hiszen amikor update-eljük a rendszert, az adatbázist, akkor természetesen a függőségi fát meg mindent szép rendbe tesz, körbenéz, megnézi, mi van friss, mit kell neki csinálnia. Tehát igazából én letörlöm az összeset, és aztán kalapkabát. Amit nem érdemes csinálni, bár meg lehet csinálni, nem dől össze tőle a rendszeret természetesen, hogy megkeresed azt a könyvtárat, ahol letöltögeti a állományokat, és kézzel, fájkezelővel törlöd. Használjuk már az apt rendszert, hogyha elég jó kis apt rendszerünket megkaptuk ingyenesen, erre hegyezték ezeket a műveleteket, megcsinálja, akkor használjuk azt. Oké, autoklen, és akkor csomaglisták olvasása, függőségi fa építése, állapotinformációk olvasása, kész. Kalapkabát, ennyi. Hogy te melyiket használod? Melyiket tartod számodra biztonságosnak, az a te dolgod. Én, ahogy mondtam, clean, aztán kalapkabát. A következő lépés természetesen a terminálos telepítés tárolóból. Azért emelem ki a tárolóból, mert természetesen most a tárolóban meglévő hivatalos csomagok között fogunk válogatni. Azért mondom, hogy válogatni, mert nyilvánvalóan a terminálnak van egy nagy hátránya. Hogyha te rákeresel a grafikus felületen valamelyik program név részletre, akkor szépen megkapod a listát, aztán csak rá kell bökni. Itt be kell pontosan gépelni. Könnyen lehet, nem mindig, attól függ, hogyan és milyen disztribúciót használsz, könnyen lehet az, hogyha egy elütés van, akkor már nem tudod telepíteni. Általában működik a névkiegészítés, nem mindenkor, de én azt mondom, hogy a legegyszerűbb, ha megint visszamegyünk az alapokhoz, a Kaihához, és lekérdezzük a pontos nevet, hogy milyen verziói vannak, mármint úgy verziói, hogy név változatai, és akkor mi kézzel pontosan beírogatjuk. Ez a legbiztosabb. Az az elsődleges lépés, hogy lekérdezzük a Space FM fájkezelőhöz tartozó mindenféle nevet, amiben ez szerepel, azaz apt, kötőjel, chase, search. Az appnak a tároló részében fogunk keresgélni, tehát megkeresgéljük ezeket a karakter sorokat. Oké? Leenterezem, egy picit várni kell. Attól függ, hogy milyen gyors a gépet, pár másodperc alatt lekérdezi. Nyilvánvalóan, ha sok találat van, az hosszabb, ha rövidebb találati lista van, az kényelmesebb. Nyilvánvalóan lehet a találatokat, illetve kereséseket szűkíteni. Ahogy lehet látni, itt három találat van, ki tudod választani azt, amelyiket szeretnéd telepíteni. Kézi, azaz terminálos telepítést a tárolókból, persze máshol nagy leszedett programoknál is pont így van, ha te egy programot telepítesz, ő automatikusan a függőségeket megkeresi, kikutatja, hogy van-e olyan, ami neki még kell, és ha nincs, akkor szól. Ha van, tehát a tárolókban elérhető az a függőség, akkor ő automatikusan teljesíti azt a függőségi láncot, amire ő rá van kényszerítve, tehát nem kell az összes függőséget kézzel telepíteni. Oké, miután kiválasztjuk, ami kell, természetesen mindenki ki tudja választani, mi neki kell, értelemszerűen megadjuk, hogy sudo, apt, és install. Szerintem senkinek nem okoz gondot, hogy ez rövid parancsot értelmezze, főnöki jog, apt parancs, és az install kapcsoló, install installálás, meg lehet jegyezni, majd beírjuk, hát én be szoktam másolni, biztosan, hogy biztos, azt a parancs nevet, azt a program nevet, azt a program rész, program könyvtár nevet, amit telepíteni szeretnénk, és utána Enter le fog futni, azt mondja, hogy Space FM-et fogjuk telepíteni, oké, ki van jelölve, ezek azok, amik olyan a dolgok, ami ajánlott csomagok.
Igazából az ajánlott csomag nem létfeltétele a használatnak, de jó. Hogyha te úgy gondolod, hogy ezeket szeretnéd telepíteni, akkor nyilvánvalóan kimásolod, amikor a telepítés lefutott, akkor ezeket újra telepíted, illetve ezeket telepíted ugyanezzel a parancsal. Láthatóan nem fog ez senkinek gondot okozni, itt is lehet látni, hogy kettő darab programot fog fölrakosgatni, a Space FM-et, illetve annak a GTK 3-as hozzátartozó dolgait. Nullát fogunk frissíteni, kettő darab újonnan telepített dolog lesz, ők azok, nincs eltávolító és nem frissített cucc lesz. Ennyi és ennyi az, amit letölt, illetve ennyi helyet. Itt is lehet látni az I betű, az igen, ki van emelve, nyilván enterezzünk, aztán dolgozzon a gép. Nagyon fontos azt tudni, hogy szépen, nyugodtan, egyesével, kettesével, hármasával telepítünk, ha sokat telepítünk. Természetesen az install után üres hely kihagyásával, space kihagyásával végtelen mennyiségű programnevet fölírogathatsz, de esetleges problémánál, amikor villámgyorsan futnak a betűk a monitoron, nem tudod ellenőrizni, hogy mi a probléma. Lehet probléma, ritka, hogy van probléma, ritka dolog az, hogy nincs olyan függőség, ami kellene, de én azt mondom, hogy 2-3-4 ilyen program egymás utáni telepítése működik, de 100-at, 50-et, 20-at nem telepítek egyszerre, miért? Akkor nem látom azt, hogy mi a bánata, és akkor nem tudom javítani. Oké, gyakorlatilag feltelepítettünk egy programot. Nyilvánvalóan mindenki sejti, hogyha én azt mondtam, hogy sudo apt install és programnév, akkor természetesen a eltávolítás az a remove parancsal fog menni. Remove. Oké, ugyanezt a programot el fogjuk távolítani. Miért? Mert feltettem, leveszem, aztán bemutatása pontosan jó. Tehát remove. És mit fog mondani? Azt mondja, hogy a Space FM programot ő el fogja távolítani, és a Space FM kötőjel GTK 3-as, amit kijelöltem magamnak, az nyilvánvalóan el lesz távolítva. Mit látunk itt? És ez nagyon jó, persze véletlen volt, hogy pont így jut. Egy eltávolítandó van, és kettőt telepítettünk. Ezt a problémát hogyan oldjuk fel? Hát az eltávolítás alatt gondolkodsz rajta, és utána megmondom. Az eltávolítás megtörtént, és látható a Space FM kötőjel GTK 3-as az tűnt el. Azt vettük le. Nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy kettőt telepítettünk, egyet leszettünk, akkor a program nem fog működni, jó eséllyel. A másikat is leszeretnénk szedni, de erről már volt szó. Ezek a fent maradó programrészek, függőségek, én aztán eléggé nem akarom leszedni, nem akarom elvégezni a saját munkámat rendesen gondolat apt programocskától, azt mi rendbe tudjuk hozni a remove, auto remove parancsal, és utána már ezek a fölösleges cuccok eltávolításra kerülnek. Azt is tudjuk, hogy ha valamilyen programot szeretnénk használni, feltelepítjük, használjuk, az elég sok mindent csinál, tehát ilyen beállító fájlokat irogat, ide-oda másolgatja ezeket a dolgokat, felhasznál ezt-azt, ezeket a beállító fájlokat kettőféleképp tudjuk eltüntetni. A legegyszerűbb eltüntetési mód az természetesen, hogyha fogod az egész rendszert, átnézed az azonos nevű program részekért, általában azok, és azokat törölgeted. Ez egy rabszolga munka, de nagyon finoman el tudsz távolítani mindenféle olyan kis maradványt, amit nem szeretnél, hogy a gépeden maradjon. Ennek van egy hát szebb, gyorsabb megoldása, hogyha az appnak a remove kapcsolóját, tehát amikor eltávolítod mondjuk a Space FM GTK 3-ast, akkor nem így, ahogy az előbb mutattam, messzelenül adod meg, hanem a purgálni, purgatórium, tisztítás parancsal, kötőjel. Oké? Tehát erre nagyon figyeljünk, kötőjel, purge, és utána jön a név, vagy nevek. Itt is azt mondom, és természetesen már sejtitek, mit akarok mondani, nem kell az egész listát, amit le akarsz törölni és purgálni, egyszerre beadni neki, hanem 2, 3, 4, 5 darabot, és akkor tudod követni a folyamatokat. Oké,
Autoremove purge. Természetesen, nehogy azt higgyétek, hogy visszakerült valami csoda folytán a program, visszatelepítettem, hogy újra le tudjuk szedni a purge kapcsolóval, és ennyi. Oké, egy darab fájt távolítottunk el, de most már a beállító állományokat is leszedegettük vele, és természetesen már egy picit tisztább rendszert kapunk. Itt nem volt sok beállítási fájl. Természetesen, hiszen nem használtam a programot. Amit tudni kell, a hivatalos beállító fájlokat szedi ő le, tehát hogyha te a saját könyvtáradba, és erre nagyon figyeljetek, ezt érdemes megjegyezni, a saját könyvtáradba írogattatsz vele különböző beállító fájlokat, vagy éppen használod a programot, a saját könyvtáradban nem fogja ő leszedegetni, azt a saját könyvtáradba kézzel kell megkeresni, kitörölni, természetesen értelemszerűen ott fog lenni a .config 99%-ba, a .config-ba, vagy a gyökérkönyvtárodba, a home könyvtárod gyökérkönyvtárába, a vele valószínű azonos beállító könyvtár, beállító fájl, attól függ, hogy milyen, azokat kézzel kell sajnos törölni. Ez nem kitolás feléd, tehát figyelj arra, hogy ez nem kitolás feléd, hanem azért van, hogyha te leszedsz valamit, amit esetleg már beállítottál, akkor a beállító állományok ott maradjanak, mert hogyha visszatelepíted, ugyanazokat a beállító állományokat tudja használni. Azaz lehet, hogy letörölsz valamit, mert nem tetszik, két hét múlva visszarakod, akkor nem kell, illetve nem feltétlenül kell azt a programot teljes mértékben újra beállítani. De azért legyünk egy kicsit gondolkodó emberek, akkor telepítünk, akkor purgálunk, amikor már biztosan tudjuk, hogy az nem kell. Oké, tehát nem úgy csináljuk, mint ahogy itt most az előbb bemutattam, föltelepítem, leszedem, föltelepítem, purgálom, tehát nem játszadozás a csomagkezelés, hanem ezt a két-három parancsot meg kell jegyezni. Az utolsó feladatunk természetesen az lesz, hogy egy internetről összeszedett programot fel fogunk telepíteni. Azért az Ocean Audio-t mutatom be, mert egyszer már volt róla szó, de nagyon alkalmas annak a bemutatására, hogy bármi Linux mintet használunk, vagy esetleg Ubuntu-t, vagy esetleg valami Ubuntu-ra alapuló egyéb disztribúciót, vagy Debian-t, vagy Debian-ra alapuló egyéb disztribúciót használunk, de az nem azt jelenti, hogy a csomagkezelő az egyforma, és ezzel biztos 100%, hogy minden Debian csomagot fel lehet rakni. Azaz hiába van az a kiterjesztés, hogy Deb, tehát Debianhoz tartozó, az apptal fölrakható termék, attól függetlenül meg kell nézni, hogy az jó-e az én rendszeremhez. Itt lehet látni a Debiannak három verziójához, a 10-es, 11-es, 12-eshez más csomag tartozik. Hiába Debianra alapul az Ubuntu, attól függetlenül külön Ubuntu csomagok is vannak. Tehát nem feltétlenül igaz, hogy a Debian csomagot az Ubuntu-ra fel tudod rakni, és azon kívül arra is figyelni kell, hogy 1, 2, 3 és 4 verziójú Ubuntu csomagot találunk meg. Tehát a saját rendszerünknek megfelelő, pontosan megfelelő csomagot kell letölteni. Igen, van olyan élethelyzet, illetve olyan programok, amik egy darab csomagba készülnek, aminek a kiterjesztése Debian, az feltételezi azt, hogy az összes Debian alapú rendszer, Ubuntu, mint egyebek, azokra jó fog lenni, jó esélye. Egyébként a rendszer, a telepítő rendszer szólni fog, hogyha valami bibi van, probléma van, tehát nincs meg az a függőség, ami kell. Ilyenkor én azt szoktam tanácsolni, hogy ne álljunk neki azokat a függőségeket felbarkácsolni, mert hogyha belemegyünk egy olyan függőségi pokolba, hogy az összes függőséget szétbarmoljuk, azt nem fogjuk tudni, hogyha azok nagyon mélyen belenyúlnak a rendszerbe, rendbe hozni. Igen, tudom, hogy vannak különböző kapcsolók, meg vannak programok, meg egyebek, de amikor valóban belenyúlkálsz a függőségi fába, hogy ezt telepíted, azt telepíted, ilyen verzió, innét származik, harmadik, negyedik, 15. PPA-t felrakod, akkor utána akármit csinálsz, nem lesz az jó neked. Azaz ne menjünk bele abba, hogy szétgányolunk egy jó rendszert, akár az Ubuntu, akár a Debian, akár a Mint,
akár pedig természetesen az MX Linux, hogy azt is emlegessem, plusz az egyéb nagyon-nagyon sok jó csomagkezelővel ellátott, illetve jó összerakású disztribúció nem azért van, hogy mi szétbarmoljuk, hanem azért van, hogy használjuk. Oké, kiválasztja mindenki azt, ami számára fontos, illetve kell, utána letölti, a letöltés gombra fog kattintani, letöltődik, általában letöltések mappába fog menni, magyar nyelvű Linux mint alatt biztos, hogy ide fog lejönni, gyakorlatilag mi a teendőnk? Telepítjük. Hogyan telepítjük? Hát természetesen tudom, igen, tudom, de most nem erről lesz szó, de azért megmutatom, ha a GDB program telepítve van, jobb egér gombbal előkeressük, és utána megnyitás ezzel meg fogja nyitni. Lényeg az, hogy csomagtelepítésre rábökünk, láthatóan nincs probléma azzal, hogy valami függőséget szeretne oksi, tehát mi nem ezt csináljuk, hanem terminálba telepítjük. Hogyan telepíthetjük ezt nagyon gyorsan? Gyakorlatilag a telepítés abból áll, hogy apt-get, install és az egész név. Általában, nem mindig, de általában elő szokott fordulni az a probléma, hogy a file név az elég kacifántos, és az be kell gépelni, mert nem mindig, ezt hozzáteszem, nem mindig működik az automatikus kiegészítés. Hogyan kell ezt megoldani? Hát a legegyszerűbb az, hogyha valaminek a file neve megváltoztatható, természetesen megváltoztatható, annak a file neveit meg lehet változtatni valami normális névre, ideiglenesen vagy véglegesen. Én azt szoktam csinálni, hogy kijelölöm F2 és ADEV lesz a neve. Ennyi. Nyitunk egy terminált, a terminál nyitása nagyon egyszerű, ha nem akarsz benavigálni ide, jobb egérgomb és megnyitás terminálba megnyitja a terminálunkat, természetesen teljesen mindegy, hogy melyik terminált használod, extrém esetben Ctrl-Alt F1, F2, F3, akár melyik lenyomásával át tudsz lépni terminálos üzemmódba, és akkor belépve ugyanezeket a parancsokkal mindenfajta grafikus akármi nélkül el tudod végezni. Hát ezt megmutatni nem tudom, mert hogyha átlépek terminálos üzemmódba, akkor a rögzítés az automatikusan megadja magát, és az eddig rögzített dolgok elvesznek, illetve a későbbiekben nem rögzít, azt a terminált nem rögzíti. Oké, ezért használunk mi terminál emulátorokat. Hogyha véletlenül ezt kipróbálod, javaslom próbáld ki, Ctrl-Alt F1, átlépsz oda, és vissza tudsz lépni a Ctrl-Alt F7-es gombbal. Ezt el kellett mondani, hiszen volt az átlépésről szó, és igazából nem lenne jó, ha nem tudnál visszalépni. Oké, és megadjuk neki a parancsot, hogy sudo apt install, és megadjuk, hogy adeb. Oké, adeb, jelszavamat bekéri, 3 pötty, és elindul. Mit mond? Hogy ez a csomag nem található. A 700-át, hát ott van az orra előtt, leellenőrizzük, hogy a letöltések mappában van. Ott vagyunk, igen, ő is a letöltések mappában van, és nem találja. Miért nem találja? Azért, mert nem mondtuk meg neki, hogy milyen elérési úton keresse, pont és per, azaz ebben a könyvtárba keresse, és már meg is csinálja azt, amit kell, automatikusan telepít. Ennyi. Gyakorlatilag hiba nélkül lefutott a telepítés, egy figyelmeztetést adott ki, de ez nem érintette a telepítést, ezt tapasztaltam, hogy ezt a figyelmeztetést erre a programra ki szokja adni, de telepítettük. Oké, megnézzük, hogy telepedette, OCN Audio-t telepítettük, látható, hogy én a fájlt átneveztem, attól függetlenül a csomag, ami benne van, az nem változott, tehát az OCN Audio néven fog működni, ez olyan, amilyen a csomag. Tehát van egy csomagod, ha arra azt írod rá, hogy A betű, attól függetlenül a csomag tartalma nem változik. Ha azt írod rá, hogy OCN Audio akármilyen nagyon hosszú verziószám, akkor az korrektebb, szebb, de én annyit nem szeretnék gépelni. Oké, OCN Audio, és lehet látni, hogy elindult az OCN Audio, be is zártam, ennyi. Volt olyasmi, ami gondot okozhatott? Szerintem nem. Ez a fél óra, egy picit több, mint fél óra, inkább 40 perc lesz úgy első blikre, gyakorlatilag megérte véleményem szerint én nekem elkészíteni, hogy mindenki megismerje gyakorlatban, hogy ez hogyan működik. Leírásokat az ember
elolvas, kipróbálgathat, de amikor egészben látja, azt, hogy ez nem egy ördöngösség, és kényelmes, mert az összes hibát ki fogja neked írni, az összes olyasmi, ami neki gondja, esetleg grafikus felületen átugorja, mert nem érdekesnek tartja, az bizony könnyedén itt látható, ellenőrizhető. Mindenkinek jó Linuxozást kívánok, sziasztok, sziasztok!